Nagyon szépen futsz. Nem akarsz színészt lenni? Jól jegyezd meg, amit most érzel. Erre! Erre, gyere! Jó szemben, tetszeni fogsz a férjemnek, gyere! Ülj csak le itt, hogy is hívnak? Kálmánchelyi Zoltán. Dugulás, 69, bassza meg! Neked veszesz, kis bőjárok, te rohadék! 56. 58. Ha ilyen szarul hívasztasz, akkor nem tudom megcsinálni a jelenetet. Akkor sírjál egyedül! Képzeld, szívem, hol vagy? Mit keresel itt a szekrényben? Félek, Anikó. Mitől? Nem vetted észre? Rengeteg ember van a lakásom. Jaj, ne butáskodj, drágám. Hát persze, hogy emberek van. Gyere a szekrény. Nem akarok. Nem akarok. Jó, tudom, hogy a Mici Macka egy állatmese, de nem gondolod, hogy itt szamarak jönnek, mint malacok? Hát, Anikó, ezek állatok. Szétverték a fürdőszobát, már szarni se lehet, mert a WC-ben is művészet folyik. És az öreg asszony a légpuskával, meg az unokájával időnként kirohan a gangra. Merevekre vadászik, nem? Én ezt nem bírom, Anikó. Honnan szalajtotta te ezeket? Anikó, miért van az, hogy te bármihez nyúlsz? Elszaródik tönkre. Tudod, mennyi dolgoztam én azon, hogy mindenütt legyen cetli a városban? Jaj, úristen! Jaj, most mit csináljak? Mondd meg nekem, Anikó. Hát az előadásodat. És leszázalékoltak? Igen. Időd is van. Csodálkozok. Itt állsz a kapuban, és meghátrálsz. Milyen kapu? Hát szedd már össze magad, ne szarj be. Légy férfi. Válogass. Úgy gondoltam ezt a válogatást, hogy időnként felugrik valaki hozzánk. Elkakaózgatunk. Aztán, ha közös nevezőre jutunk, akkor az illető szemébe nézek, és meg fogom érezni, hogy ő az. De nem így, nem, hát ez a rengeteg ember. Főzök egy kis kakaót. Anikó, attól megnyugszol. Tudod mit? Főzzél egy kakaót, olyat, amitől hát, ha megnyugszom. Jó. Anikó! Nem túl vörös ez a függő? Nem. Nem vörös. Nem vörös. Ne gondolj most az apádra. Azok az idők már elmúltak, és soha többé vissza nem jönnek. Ha te mondod, elhiszem, hogy nem vörös, de én azért inkább visszamegyek a szekrénybe. Gyere azt mondja, hogy innen vagyok, túlható! Állok! Hajdús, te be! Hello. Ez be, gyere be! Hajdús, Steve. Steve, hm? Kezdhetem? Kezdheti? De, bocsásson, meg én kérdeztem. Ha felőlem kezd. A hónajon lőtt galamb. Verdese. Ne nekem mondja. Akkor kinek mondjam? Hát a szekrénynek. A szekrénynek mondjam. Jó, a szekrénynek mondom. Nyugodtan.
Jó, nyugodt vagyok egyébként, csak úgy benne van az aurámba, de hogyha ez így jó, akkor mindegy, jó, jó, nem, jó, akkor kezdem, jó? Hol vagyok? Az aurámba, de jó. Jól esik, mert energiát is adja, jó, jó. Verdesek, mint egy hónajon lőtt galamb. Mondja hangosabban? Tessék. Hogy hangosabban mondja? Mondja hangosabban. Jó, hát. Ez jó, jó ötlet. Mondom hangosabban. Jó. Verdesek, verdesek! Mint egy hónajon lőtt galamb! Hasson a szekrényre! Verdesek! Verdesek, mint egy hónajon lőtt galamb! Istenre tűnni nem tud! Szabadítsa ki a börtönéből azt a galamb! Verdesek, mint egy hónajon lőtt galamb! Nem tudod, hát... Jézusom, ez ki ez? Köszönjük szépen, várokozom oda ki. Bocsánat, egy kicsit belement. De nem semmi baj. Hozd azt a kakaót, amitől végre megnyugszom. Jó, jó, nem megyek vissza a szekrénybe. Most már nem megyek. 96. Faszt, faszt! 69. 60. Gondolom, itt van Gala. Mi? Tényleg a Dusán lánya vagy? Jaj, eltaláltam, nem akartam. Csak ezek a verebek, szabad lesz? Na, nézzük ezt a sokat. Hát Józsikám, ügyes vagy. Zsoltikám, hát te milyen ügyes vagy. Hogy meggyógyított? Ez olyan, olyan... Parapszichológia. Egy képesség. Parapszichológia. Tudja, mi ez a parapszichológia? Tessék, kicsikét hangosabban. Az elején halkabban, intenzívebben hangosan. Igen, most akkor táncoljon valamit, hasson a szekrényre. Igen, jó. Mi baj ma? Most mi a baj? Na, mi baj van, üljön le. Jól van, nincs semmi baj, üljön le. Na, hozza. Tessék, fogja meg. Na, nyugodt. Már mi ez, hogy így kell szorítani? Egy kis marac. Kismalac. Azt mondta, hogy kismalac. Nagyon jó. Várakozzon odakint. Kismalac. Azt mondta, hogy kismalac. Igen. Azt mondta, hogy kismalac. Mert belelátta a bögrébe a kismalacot. Neki a Mici Mackóban. Tudod, mit kéne játszani? A malackát. Azért gondolom így, mert hogy belelátta a bögrébe a malacot. Kiváló ötlet. Drágám, gyakorlatilag te zsebét. Kicsikét megkasztingoltam, és azt mondta a te kakaós bögrédre, hogy kis malac. Hát ez szinte már metafizika. Anikó, menjél és főzzél rengeteg kakaót, és tölts különböző bögrékbe. Anikó, küld a következőt. Jó napot kívánok, lesz szíves előre lenni, mert nagyon sietek. Forgatásra mennék a taxi lenvár. Anikó! Iván. Iván? Iván, kezdjük valami egyszerűvel. Jó, hát akkor sehov Cseresznyi és Kerti Ermolai, Alexej és Lopai monológia, harmadik felvonás, nagy monológ mehet, ugye? Jaj. Tessék. Tessék. Enyém lett a cseresznyésnél. Igen? Uram teremt. Enyém. Anikó! Miért állt le, Iván? Ne álljon le. Folytassa. Ne, várjon. Táncoljon közbe. Enyém lett a cseresznyéskert. Hát miért nem mondja valaki, hogy be vagyok rúgva. Bolond vagyok. Anikó! Na, akkor rendben, ugye? Éppen ellenkezőleg. Ugye ellenkezőleg? De ellenkezőleg kellene mondani. Ne értetlenkedjen már, Iván, mondja visszafelé. Jó.
hogy kacs moláz a szége. Ne kenesseben itt. Gemzam mápa, gemam mápagyam. Kenének tele, hol kurjés. Ajaj, Janikó, hol voltál? Mondja azt meg nekem, hogy mi van a kezében. Bot. De a másik az, a nem bot. Bögre. Bögre? Nem... Nem szamár, bagoly vagy ilyesmi? Egy bögre. Ez egy bögre. Köszönjük, Iván. Menjen a taxihoz. Viszontlátásra. Szerencsétlen majom. Ezt mondta bögrére, hogy bögre. Milyen film lehet az, amiben ezt forgat? Mi van, Anikó? Ne legyél már te is. Anikó, mi van a kezedben? Kérem a következőt. Na mondja meg, hogy mi van a kezében. Bögre. Bögre. Egy bögre. 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 Mi van a kezében? Bögre. A bögrét két kezébe fogta. Sárga bögre. Nem, majd megvárjuk. Görbe bögre. Nem tudom tovább. Jó, semmi baj, várok azon az a kérdés. Maci. Maci. Azt mondtad, hogy Maci. Bagoly. Bagoly, bizony, bagoly van a kezében. Bögre. Bögre? Nézze meg jobban. Biztos, hogy bögre. Persze, miért? Micsoda kis nyuszi? Az az nyuszika. Bögre? Szamár. Szamár. Mekkora fasza van? Csodálatos, kitűnő volt, János, várakozol odakint. Figyelem, egy kis figyelmet kérek. Kihirdetem a végeredményt. Aki nem bírja a feszültséget, az vegyen be a tablettácskát. A Stevanovics Angéla, Kámán Szegi Zoli, Juliska Jancsi, a Pék Zsolt meg a nagymamája. Ők vegyenek be kettőt, mert ők sajnos nem jutottak be. Tőlük elnézést kérek, a többiek pedig jöjjenek be, nem? Jajajajajajaj, elrontottam! Hú! Hú! Várjunk! Akiket felolvastam, azok jutottak be. De a többieknek sütöttem. Bogácsa. Minyon. Jó étvágyat. Jó kis casting volt. Igen. Egyébként is nagyon szeretem a castingolás hangulatát. Én is. Szeretek castingolni. Megértek is hozzá. Büszke vagyok rád, te szép ember. Én is te rád, te. Nem is tudom, hogy minek nevezzelek. Figyelj, menjél ki, mondd meg, igyák meg a kakaót, aztán hívd be őket, mert még szeretnék nekik mondani pár dolgot így kezdés előtt. Ja, oké. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van, és természetesen azokat is, akik nincsenek itt. Engem úgy hívnak, hogy Libi bácsi, titeket pedig, úgyhogy a kiválasztottak, mert én ugye kiválasztottalak benneteket. Igen, mindannyian tudjuk, illetve hát akik nem tudják, azok most megtudják, hogy Mici Mackó gyönyörűséges, tanúságokkal teli történetével fogunk foglalkozni, de ez a Mici Mackó nem az elvaldiznisedett light, hamis Mici Mackó, nem. Mert én vérvalóságot akarok. Azt akarom, hogy ezek igazán nálatok legyenek. Volt egy ismerősöm, aki egy tanyán nőtt. Ezek az állatok vették körül. Az apja AVH-s volt, aki annyira hitt a rendszerben, hogy gyanús lett önmagának is. És feljelentette saját magát. Jó napot kívánok,
villanyszámla tartozás kiegyenlítése miatt jöttem. Ne haragudjon, de már vége van a castingnak, viszontlátásra. De én a villanyszámla miatt jöttem. Csak ezt a kortárs szart tudja? Mit csináljak magát? Tudja mit? Helyezzük ezt az egészet egy szituációs gyakorlat keretei közé, jó? Kezdj el. Mit? Mondjon valamit, amit akar. A villanyszámla, azt akarom, amiatt jöttem. Már befizettük. Köszönjük szépen, majd értesíteni fogjuk. Na de... Mi, Anikó, maradjál már csendben, hát nem tudom lezárni ezt a rohadt szituációt. Nem fizetted, de én sem fizettem be. Mondtam, hogy fizess be a villanyszámlát. Hát ez azt hittem, hogy azt mondod, hogy vegyek pingponglabdát. Vettem is. Hé, pingpongütöttem! 300 pingponglabdát! És értettem, hogy minek gondoltam a tréninget. Hogy lehethetem pingpongot? Hát akkor miért mondtad nekem, hogy vegyek pingpongütőt? Én nem mondtam, hogy te vegyél pingpongütőt, én azt mondtam, hogy fizess be a villanyszámlát. Na, ne szórakozzanak velem, be kell fizetni a tartozást meg a 12.345 forint késedelmi díjat. Na ide figyeljen. Az a baj, hogy maga nem elég jó. Nem elég kételes. Nincs meg magában belül az igazi villanyszámlás. Maga akarja azt a villanyszámlát, vagy nem akarja? Nem akarom. Nem vagyok villanyszámlás. Ezek a kazetták, ezeket is én készítem, ezek pszichológiai segít. Na, nyugodj. Nagybányának. Jól van. Bagoly. Maga kiválasztott. Hát tudtam, hogy ki fogod választani. Üljön oda többiek közé, foglalja a helyet. Hogy is hívnak? Hajdú Károly. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Károly. Köszöntsétek ti is, Károlyt. Szervusz, Károly. Anikó, te meg köszönsz, jó? Próba folyamat további része egy tábor keretein belül fog zajlódni egy tanyán. Sok szeretettel köszöntök mindenkit még egyszer, majd holnap reggel 9 órakor ott a tanyán. Még csak annyit jegyezzétek meg. Tanya csak egy van. Ébredezzél, Öcsi Julcsi, Petronella, Bendegúz, hímes lepke dupla szárnyán, álommanó, tovahú. És most mindenki meséljen el egy történetet a múltjából, amit nagyon-nagyon szégyell, és még soha senkinek nem mesélt el. Szűz vagyok, és van egy repedés a falba, ahova mindig bedugom az ételeimet, főzeléket, meg mézet, sajtot, fagyit. Hogyha az emberiségnek nem lesz mit enni, akkor nekem legyen. Nyilas vagyok. Én egyszer anyukámmal sétáltunk az utcán, és azóta víziszonyom van. Én vízentő vagyok.
Jaj. És az van, hogy van egy nagybátyám. Volt miniszterelnök. És én beleszerettem. És ő ezt nem viszonozta. És én meg... meg összefirkáltam a választási plakátjait. És ezért megbukott. Hát én is nyílöntve is szűz vagyok. És... szóval nekem is volt ilyen nagybátyám, meg otthon nekem is egy repedés van a falba, ahova én is szoktam dugdosni ilyenek. Én függő vagyok. És mindent nagyon szégyellek. Bizonyára emlékeztek, mikor először találkoztunk. El akartam nektek mesélni egy történetet, ami nem az én történetem, hanem az ismerős, ami akkor nem sikerült. Most megpróbálom még egyszer. A történet, ugye emlékeztek egy kisfiúról, az apjáról, meg az állatairól szól. Szóval, miután az apa félholtra verte magát a szobában, minden állatot leöntött petróleummal. A feleségét is, és meggyújtotta. Utána levitte magát egy dohos pincébe, hogy ott rohadjon. És ez nem így volt. Mert nem az apa gyújtotta meg a feleségét, hanem én. Az én ismerősöm, a kisfiú gyújtotta meg az anyját, mert soha nem főzött neki kakaót. Először ugye a szereposztásról kell beszélnem. Mici Mackó gyönyörűséges szerepét Angéla fogja játszani, Malacka pedig szintén gyönyörű szerep, az pedig te leszel, Zsolt. E persze csak vicceltem, hogy egy kicsikét oldódjon a hangulat. Milyen jó kis vicc volt. Nem az a szétverem a térdemet, hanem hogy így megfagy a levegő. Igen. Na, de fordítsuk komolyra a szót. Mici Mackó gyönyörűséges szerepét Zsolti, te fogod játszani. És Malacka, ez az érzelmekben gazdag szerep, ez rád vár, Angéla. És hát ugye a nyuszi, ez a bátornak egyáltalán nem nevezhető állat. Zoli, azt te leszel. Tessék? A füles. Ez a dramatikailag tragikus szerep. Ez rád vár, János. A bagoly az egy nagyon-nagyon összetett szerep. Ritka nagy állat, ezért a nagymama lesz, mert a nagy is egy ritka összetett személyiség. És a bagoly az meg te leszel, Karcsi. A nagymamával lesztek váltott szereposztásban, mert ne adj Isten, történne valamelyik őtökkel valami, jaj, Istenem, akkor ugye ne legyen fennakadás. Ezekkel az állatokkal kapcsolatosan mindenki egy gyerekkori élményét egy etűd keretein belül megmutat nekem. Mindjárt kezdjük is. Angéla, gyere! Azt gondolom, hogy a bagoly a bölcsesség szimbóluma. Ugyan erre az irányra gondoltam, nagyon jó lesz.
csak ezt még gyakorolni kell. Igen. Jó? Tessék kimenni, gyakorolni, jó, csiszolni. Jó. Hajrá, nagymama! Igen. Hajrá. Gyere, édesapkém. Körmeimet megpucolom, pörkölt készül a bor finom, húsvétkor jönnek a locsolók, sonkámból esznek kóstolók. Most egy sivatag közepén vagyunk. Nagyon-nagyon meleg van. Ezért bemegyünk egy cirkuszba. Mindenkinél van egy cilinder. A poront közepén álltok. Rázzátok meg a cilindert, rázzuk meg! Rázzátok! Hol vagy, Zoli? Én a kínai piacon. Rázzuk meg még egyszer a cilindert, rázzátok! Hol vagy, Zoli? Kínai cirkuszban. És ki vitt oda? A papa. És mit látsz a cirkuszban, ahová a papa vitt kínai cirkuszban? Egy bűvészt. Igen, és? És a kezében van egy cilinder. És a cilinderből előhúz egy kis nyuszit. És utána megmutatja, hogy a cilinder üres, előhúz belőle. Ne nyisd ki a szemed, Zoli. Előhúz belőle mit? Most nyisd ki a szemed. Ki vagy te, Zoli? Egy kis nyuszi. A Jánoskám, ne haragudj, de hogy kérde, hogy mi akar ez lenni, ugye? Homár. Milyen homár? Szamár, érted? Szamár! Te szamár vagy! Nagyi, ne csicsegjen! Ez most már úgy, ahogy van, ez az egész. Ez nagyon jó. Azt hiszem, most már csak az hiányzik, hogy a szájába legyen egy egér. Ne csicsegjen, Nagyi, ne csicsegjen! Na, János, te pedig szedd össze magad, ha itt akarsz maradni. Jó. Kezd el! Van egy visszatérő álmom. Szamár vagyok. Szamár Pegazus. Egy hatalmas, gyönyörű mező közepén állok. Hosszú fülei. Óriási, gyönyörű szárnya. És... hatalmas. Faszom van. Megifutok. Fel akarok szállni. De nem bírom, mert lehúzom. Hatalmas. Sírok. Nagyon sírok. És akkor felébredek, és belöpöm az elsőt, és az már délutánig elég. Hímes lepke dupla szárnyán, álomban ott tovaszán. Ébredezzél, Jancsi, Pista, Anna Mari. Boldizsár! La 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 la. Libi bácsi! Libi bácsi! Libi bácsi, a nagymama! Libi bácsi! Meghalt a nagymama! Gyerekek! Amit
történt, rettenetesen fájdalmas. És itt elsősorban nem Zsoltira gondolok, hanem a nagyira. Mert ő lehetett volna itt a táborban a mi nagymamánk. De már nem lehet sajnos. Minden kezdetnek van valami vége, és minden vég egyfajta kezdet is. Mert mindjárt elkezdünk próbálni. Nagyi is ezt akarja, mert az élet nem áll meg, csak átalakul. Azzal, hogy a Nagyi meghalt, Karcsi kap lehetőséget, hogy eljátsza a bagoly szerepét egyedül. Látjátok, minden bajban van valami öröm is. Mert Karcsi most hogy örül, Zsolti meg milyen szomorú. A Nagyinak torkának adta egy nagy egér. Mert ő már eljutott annak az útnak a végére, amelyen mi el fogunk indulni. És ehhez van tér, erő. Van tér, erő. Emlékezzünk a Nagyi tegnapi gyakorlatára, melyben megjövendölte, hogy ez ma meg fog történni. Mondjuk én már tegnap is tudtam, akkor megjelent a kaszával, csak nem akartam mondani. Mert nem. Nagymami, drága nagymami, búcsúzunk tőled. Nyugodjál békében. Aki az első göröngyöt dobja rád, az dobja rád. Na sírj. Látod, én se sírok. Jobb ez így a Nagyinak. De én meg bepisíltem. Ma már kétszer-háromszor pisíltem be. És már nincs több tiszta bugyi. És én nem bírom kimosni. Segítesz kimosni. Mit? A bugyimat. Segítek, de én se tudok mosni. Köszönöm. Nagyon fontos, hogy a mackó és malacka összehangolódjanak, de most gyertek, mert ott vár a Garden Party. Várunk, csücs le! Ezt a Garden Partyt annak a tiszteletére szerveztem. Hogy ihattok-e szörpét? Persze, így áll csak, Angéla. Hol tartottam? Hogy ihatok-e? Mondtam, hogy ihatsz. Jó. Tehát ezt az estét annak a tiszteletére szerveztem, akit ma nagyon nagy sok hatásért, és szüksége van arra, hogy mindannyian támogassuk, nagyon szeressük, és erőt adjuk neki. Úgyhogy átnyújtom neki az ajándékot kárpótlásként a nagymamáért. Fogadj szeretettel, Zsolt. Figyeljetek, gyerekek! Anikon, maradj már csendben, ne törd szét ezt a gyönyörű szép pillanatot. Nos, mit kaptál, Zsolti? Színes ceruzák. Gyerekek, Zsolti színes ceruzákat kapott. Örülsz a színes ceruzáknak? Igen. Hát a bagoly megdöglő, hogy a Nagyi meghalt, azt tudod. Igen. Hát azért te örülsz a színes ceruzáknak? Igen. Nézzétek! Nézzétek, hogy sír örömében. Halálra kínzod itt ezeket a szerencsétlen gyerekeket. Én ezt nem bírom tovább, én elmegyek a picsába. Anikó, ne menj a picsába, nem úgy. Figyelj, megmagyarázom, nem úgy értettem. Teljesen árva vagyok.
Szegény egyetlen nagyanyám volt, aki mindig segített. Pilóta volt, de nagyon szerette a gyerekeket. Belőlem is pilótát akart nevelni. De én mindig babáztam, meg rajzoltam. Ne sírjatok már! Mert én is sírok már azóta. Mert én meg egész életemben azt tanultam, hogy senkit nem illem. Ez a fagyi meg elolvad. Elolvad az életem is. Ez is rózsaszín. Nem volt mondjuk csoki, vagy stracsi, csak furcs. Mindig az a kurva rózsaszín. Én egy kibebaszott minden nyuszi vagyok. Gyerekkorom óta állandóan csak ezeket a kurva karácsonyi fadíszeket árusítottak. És mi mindig összetörtem őket. Ezért üldöz engem a maffia is. Na jó, ide figyeljetek, gyerekek. Én nekem is volna miért sírni, és mégsem teszem. Azért, mert én megtanultam, hogy mindennek oka van. Higgyetek nekem! Gyerekek, értsétek már meg! Varázsoljatok a szívetekbe harmóniát! Hunyd le szemed, add a kezed, nyisd ki szíved, figyelj, élni jó! Tarka szivárvány úszik az égre, s messzire szállnak a felhők, élni jó. Rügy fakad éppen a rózsafa ágon, pattan a bimbós küzenék, élni jó. Illan a pillangó a virágra, hímes szárnyal nippen, élni jó. A mezőben a kergete hinkem, bőgi vidáman az, hogy élni jó. Birkafi bambán, a birka karámban, boldogan végeti bizony élni jó. Viszkoz a körnik a fekete sárban, anyjára gondol, élni jó. Viszkoz a pillanat, a birka karámban, hímes szárban, bizony élni jó. Add a kezed, gyerünk, élni jó. Énekeld már te is, élni jó! Daroljuk már együtt, élni jó! Mert élni jó, te jó, te jaj, te jó! Menjünk, lógjunk eléjjel! Elég jó kocsi. És van benne kormány is. Igen. Lopjuk el. Oké. Szervezzük meg! Ja, szervezzük persze, meg. Világosan. Ki tud vezetni? Én tudok, én jól vezetem. Ki szereti a palacsintát? Én a teljesen szeretem. Kinek van jogosítványa? Nekem! Gondoltam. Na, vigyázzat! Ó! Oh! Ó! Oh! Nyitva van. Igen, észrevettem. Na. Benne volt a kulcs. Ja, azt is észrevettem szájába. Na mi van? Nem megyünk. Elszállunk át a kék egen. Igen. A hold korondon túl csak minket vár a végtelen. Talán nem fáj most semmi. Semmi nem fáj. A csillag nevet ránk nevet. Szállunk az idővel, és az idő is velünk száll az idő. Elütöttünk valakit. Hú, de izgalmas, tolassunk vissza. Ne tolassunk vissza. Ez az, tolassunk vissza. Ne. Lehet, hogy még én. Ne, menjünk inkább tovább. Szállunk az... Elrontottad.
most meghalt. Jó, akkor menjünk tovább. Én nem megyek át rajta még egyszer. Akkor nézzük meg! Jó! Jó. Csak egy rendőr. Nagyon érdekes. Nekem volt egy nagybátyám, aki ugyanígy rendőr volt. Csak őt mondjuk nem ütötték el. De mindegy. Én még soha nem láttam élőben halott rendőrt. Hé, ez micsoda? Arra. Arra kell menni, menni, ahol senki nem vár, senki. Szállunk az időben, és az idő is velünk száll. Szállunk, szállunk, biztos magatokat? Igen. Jó buli volt? Igen. Ez a fontos. Lekapargattam a szemetekről a szürke hályogat. Vezeti egy éjszaka visszatelepített. Azt hittem, hogy közösen létre tudunk hozni egy olyan remek művet, ami az egész emberiséget megrázza. Amikor a malackát elönti az árvíz, az valami, az igen. Vagy mici mackó, amikor a mézér felmászik a fára és leesik. Vagy a füles, ami, amikor elveszti a farkát, az igen, az a halál közeli pillanat. Amit a nagymama csinál. De erről ugattam a temetésen, nem? A nagymami, ő közel járt ahhoz, amit én elképzeltem. Érted, miről beszélek, Angéla? De hogy érted? Nem érted? Megmutatom, jó? Látok, nem az a gyöngyő. Nézzétek, hogy búval a szemem. Ezt akarom. Gyere, neked is megmutatom. Látjátok, ezt akarom. Biztos, hogy ezt akarod? Libi, gyere. Nézzétek, hogy küzd! Ezt a küzdelmet akarom látni! Jól van, Zoli! Jól van, Zoli! Jól van! Gyere, János! Gyere, ne menj el! Gyere, neked is megmutatom! Gyere! Látjátok? Libi bácsi! Libi bácsi! Hát... mi is ezt akarjuk. Ugyanilyen. És mi voltunk a Marson is, és hoztunk a marslakóktól lézerbicskát. Elmentek a büdös lézer anyátokkal. Elmentek a büdös lézer anyátokkal. Szórakoztok velem. Oda mentek. Tetves anyátokba. Oda mentek a tetves anyátokba. A lézer rohadt anyátokba. Abba elmentek. Gyanett is akart, Filipén. Azt hiszem, ez most jó lesz. Egy rohadt lézertetvek. Éda. Istenem, Istenem,
Vissza fognak jönni, meglátod. Nem fognak visszajönni. De visszajönnek, nyugodj meg, vissza fognak jönni. Értsd már meg, hogy nem fognak visszajönni. De visszajönnek. Ugye nem jönnek vissza, akkor sem miattad mentek el. Nem tudom, hogy nem miattam mentek el, mert miattad mentek el. Elegük lett belőled. Az összes foglalkozásnak széttördelted az ívét. Nem lehetett tőled semmit sem csinálni érdemben. Szétfurulyáztad már a koncentrált ébredésüket. Hát már semmire nem figyeltek a gyerekek. Azt lesték, mikor jön Libi bácsi házi gorillája a kakaóval. Aztán te mindig jöttél, belibegtél a sörényeddel. Komolyan mondom, te olyan vagy, mintha nem ebben a világban élnél. Kakaós ufóval élek együtt. Sose azt csinálod, amit a helyzet megkövetel. Sose. Igen, igen, nem azt csinálod, amit a helyzet megkövetel. Mit csinálsz, te állat? Keres magadnak olyat, aki megköveteli a helyzeteidet. Én kiteszem a szívemet, de te a lelkemmel gyurmázol nap, mint nap. Porigalázol azok előtt a mocskos kezi. Mi van? Kibaszol, pici kölykök előtt. Ne ugass, ne velem szórakozzál, érted? Basz meg, ne velem, hanem a kurva anyáddal szórakozzál, érted? Mi van az anyámmal? Ne nyújj hozzám. Rohadt repet sarkú, gyere ide. Jó, jó. Mit nyavajok, gyere már ide. Ne. Gyere ide. Gyere már ide! Nem hallod? Gyere már ide! Mi bajod van? Mitől félsz? Mitől félsz? Gyere már ide! Ide, ide, a fejedre húzom az ajtót, te! Te takarodjál már innen! Anyádat, te! Kidod az anyámat! Az anyámat! Kidod! Barát, te magad! Gyújtsál fel! Hol a gyufa? Ott van a tűzszelje. Persze, az anyádat is te gyújtottad. Kurva tűzszelje, no. Persze. Hogy a lépcsős kurva anyádat felgyújtalak. Tessék. Na, gyújtsál meg. Ne sürgessél, te. Na, gyújtsál, tessék, gyújtsál. Meg foglak gyújtani, ne félj. Na, mi van, nem gyullad? Nem, nem gyullad, képzeld el. Ne is gyulladjon! Elmegyek a büdös picsába. És a kakaót nem felejtem el soha. Lelkünk mélyén valahol mindnyájan tatyának vagyunk. Menj már az anyádba, te. Tetején zokogott az apám, az az alkoholista, az Imre. Hús könnyű hull a vén Dunába, spálinkát bedelünk. Kis lépés ez az emberiségnek, de óriási lépés nekünk. Későn a hajnos, a holnap keserve, a fáradt agyunkban rükten. Csak szállni a széllel az volna jó, gyönyörű, szomorú ez az élet. S ha nincs jó kedvünk, mert rossz kedvünk van, hát pálinkát vedelünk. Kis lépés ez az emberiségnek, de óriás lépésnek. Hallani halkan, hogy dobban a dallam, és éget a szádban, azt tesznek az íjbe. Ha hallod a hangját a szívben a dalnak, a félszava lüktet a szívütemére, a szívütemére, az érben, a vérben, a tűz. Hey! Könnyeket csal hely a híd tetején, ez a bús őszi szél szemeimre. És itt állok, mint a jó apám, aki leugrott innen az Imre. Hús könnyünk hull a vén Dunába, spálinkát felelünk.
kis lépés ez az emberiségnek, de óriási lépés nekünk. S ha nincs jó kedvünk, meg rossz kedvünk van, hát pálinkát vedelünk. Kis lépés ez az emberiségnek, de óriási lépés nekünk. Mert nincs jó kedvünk, és rossz kedvünk van, hát pálinkát vedelünk. Kis lépés ez az emberiségnek, de óriási lépés nekünk. Menjünk vissza Libi bácsihoz. Bocsánatot kellene kérni. Lepjük meg valamivel. Csináljunk neki meglepetés előadást. Jó! Ez jó. Kiolvasta a micimackó. Libi bácsi mondott olyat, hogy van olyan, hogy a micimackó fölmászik a fára mézért és leesik. A füles meg elveszíti a farkát. Meg az is van, hogy a malackát kiönti az árvíz. Igen, és ha nyuszit meg megkeresik az üzlet felé. Akkor én meg megtanulok repülni. Figyeljetek! Arra gondoltam, szentesítsük meg. Mindenki dobjon valamit a tűzbe. Valami olyat, ami mindannyiunkból közös, és amitől pszichésen meg akarunk szabadulni. Én ezt nem értem. Az a lényeg, hogy valami olyasmit kell a tűzbe dobni, ami mindannyiunknak van. Mondjuk problémánk. Vagy szemüveg. Ez jó ötlet! A szemüveg. Igen. Igen. Ez egy jelkép. Hogy elveszítjük a tisztánlátásunkat az ügy érdekében. Mondjuk a probléma jobb volt. Figyeljetek, szervezzük meg. Csináljuk azt, hogy számoljunk el háromig, és háromra mindenki fogja és dobja a tűzbe a szemüvegét. Számoljuk! Számoljuk! Egy, kettő, három! Mindenki menjen próbálni! Jó! Jó, menjünk! Ja? Nem lát. Hát lehet, hogy a probléma az mégiscsak jobb lett volna. Mi a tű? Ja? Értem, hogy... Sose hallok olyan gyönyörű nótaszót, amilyet sihedernyi koromban. A szívemben nyilal ez a bús régi dal, s kicsordulnak a könnyeim nyomban. Hejt, bukkocska, te drága! Hely, te levem a gircses, görcsös ága, te drága, segíts mást! Hát visszajöttél. Apa! Apa! Miért? Miért nem vettél meg, amikor anyámat felgyújtottam? Miért nem voltál ott? Miért kellett neked a dolgos pincébe rohannod? Ahelyett, hogy engem vettél volna. Ezért jöttem, fiam. Nagyapákról ledal, unokákra maradt, s unokákra maradt ez a szerszám. Ha nagy baj van veled, soha el ne feled, mert van bunkócska, van még ezer szám. Bunkócska, te drága! Hely, te eleve a gilcses, görcsös, te drága!
megmondom neki. Fölbátorság. Az első lépés csak a nehéz. Mindenki így kezdte. Jaj, itt vagy. Már régóta szeretnék neked mondani valamit. Én azt szeretném mondani, hogy nagyon szeretlek. És hogy csókolj meg, Malacka. Nem a Zoli vagyok, vagy a Malacka, vagy nem, nem a Nyuszi vagyok, hanem a Malacka. És én nem a Malacka vagyok, hanem a Zoli vagyok, igen. Igen? Igen. Te vagy Mici Mackó, a Zsolti, én vagyok a Nyuszi, a Zoli, és én nem vagyok a Malacka, akit te keresel, mert én a Zoli vagyok, érted? Na, megkeresem neked Angélát. Há, nem kell. Jaj. De nem mond meg neki. Mert az van, tudod, hogy nem ismerném neki megmondani. Na de Angéla, félelmet le kell győzni. Jó, de a fő ok az az, hogy 18 éves koromig egy fia barátom nem lehet nekem, ezt megmondták a szüleim. És hány éves vagy, Angéla? 18. Akkor én egy felnőtt nő vagyok. Na látod. A talpamra fogok állni. Megkeresem a mackot. Azt nem szabad, Angéla. Volt egy nagybátyám, aki... Mindegy, ide figyelj, ez egy nagyon rossz beidegződés. Egy rossz tematika a szerelmi terápiákon. Na, te most itt maradsz, és majd én beszélek vele. Nem mondd meg neki! Jó, nem mondom meg neki. Mici Mackó szeretne neked valamit mondani, és én már itt sem vagyok. Azt szeretném neked mondani, hogy nagyon szeretlek, és csókolj meg. Hülye vagy! Mit csinálsz, te cipóképű? Ott vár a Malacka! Szerelmes beléd! De büdös. Na, nagyon szeretlek. Ki vagyok? Te ki vagy? Pagoly vagyok. Szóli, képzeld el. Mici Mackót, meg Malackát. Tudom, éppen most hoztam össze őket. Mi? Hát én hoztam össze őket. Nem, én hoztam össze őket. Én vittem Angélát a Mici Mackóhoz. Nem. Hát én vittem a Zsoltit az Angélához, most az én vittem, én vittem. Szóval én nem mondjam, hogy Mackót, hát tudom, hát akkor én kit vittem az Angélához, mi a fülest? Nézd, ha nincs jó, ló a szamár is. Nem téged kiválok. De egy picit, na. Csináld! Isten, hogy ő az egy már végén. Jó, megvan. Mici Mackónak és Malackának kell összejönnie. Félreértés áldozata vagy, Jancs. Jó, sejtettem. Álljunk meg, szervezzük meg. Szervezzük meg. Jancsi, te mész jobbra, Mici Mackóhoz. Karcsi, te mész balra, Malackához. És kész, én itt maradok. Jaj, gyertek vissza, gyertek vissza! Itt vagytok. Igen. Igen. Jancsi, te azért mész jobbra, Mici Mackóhoz, Karcsi, te pedig azért mész balra, Malackához, hogy ti ketten ne találkozzatok. Jaj, gyertek vissza, gyertek vissza! Igen. Én pedig azért maradok itt, hogy velem aztán végképp ne találkozzatok, rendben? Na, akkor te mész jobbra, te mész balra, mindenki ért mindent. Gyerünk, gyerünk, na, menjetek, menjetek már! Amennyire megítélem, szép vagy, mint a hó a télen, és ha gondolok is, csak rád, nyisd meg nekem a szív csak rád. Hogy életem itt tartoz lát, csak téged látlak, szívem fókuszál. Szívem minden dobbanásod, legalább vagy másfél másod. Nem jut semmi az eszembe, de szeretlek
szemben. Kell nekem egy kis szavasz, legyél már te már. Itt vagy, képzeld, mi történt. Képzeld, édesem. Az a szancsám. Felne fáz nekem, már csak egy petefészek gyuszkó hiányzik. Képzeld, képzeld, mi történt. Na, ne sértődjél már meg. Hallod? Tudom, hogy te gyengébb értelmű vagy, illetve hát, hogy gyengébb érzelmű vagy, hogy érzelmileg te gyenge vagy. Na, édes kicsim, bocsáss meg nekem. Tudod, hogy idegileg én labirintus vagyok, tudod? Na, bizonyos dolgok van, neked teljesen igazad volt, csak mások vagyunk, másképp gondolkodunk. Ez a probléma a mássággal, kicsim. Mit csináltál, te rohadék? Tönkre teszel engem, mi? Te szemét láda, mi? Feltrancsírozol, de nem döglesz meg egyedül, utána megyek, te rohadék. Rohadjál meg. Meg majdnem megfulladtam. Jó, messze neked szép jövő. Te meg mit csinálsz itt? Mi az, hogy mit csinálok? Te mit csinálsz itt? Te nem haltál meg? Miért haltam volna meg? Bevettem egy aspirint, mert fájt a fejem. Miért te meghaltál? Még nem, de bevettem egy csomó altatót. Ne csináld már. Köp ki, te hülye. Ne legyél már buzi, hallod? Köp már. Nem köpöm! Ne legyek buzi! Köpd ki te! Figyelj! Menjünk el orvoshoz. Vagy ígyunk egy pohár tejet. Nincs már kakaó. Nincs, a kakaó elfogyott. Ne halljunk már meg most, hogy már élünk. Anikó bácsi! Nem mentetek el. Van egy Mici Mackó meglepetés. Igen, jó. Milyen csinosan felöltöztetek. Hogy az már? Kezdj
Ja. Első fejezet, amelyben Mackó felmászik a fára mézér és leesik. Második fejezet, amelyben Malacka kijönti az árvizet. Harmadik fejezet, amelyben Nyuszit, azaz engem, meglátogatnak az üzletfelei. Negyedik fejezet, amelyben Füles elveszíti a farkát. Ötödik fejezet, melyben Bagoly sétarepülést tesz a pagony fölött. Rajta! Jaj, kedves! Esik az eső! Én most elindulok. És teszek egy sétarepülést a pagony fölött. Az ember erre néz, nem megy, de mindjárt. Csupa víz az egész. Jaj, kedves répácskák, hogy milyen szépek vagytok. Jók lesztek, akkor holnap kimegyünk együtt a piacra. Na most van itt ez az ümmögés. Elveszíti a farkát. Jól nézem, egy méhé. Elveszíti a farkát. Én pedig tudom, hogy a méz miatt van minden. Veszülj el. Mert a méhek csinálnak én mézet, farkam. Amit jól lehet kedvelek. Hoho, egy jom. Ennek nem örülök. Na még egy kicsit kapálgatok. Lassan bár, de... jövök. Én meg itt állok, fázok. Mindjárt. A Füles a farkánál fogva kihúzza magát. A Mackó legalább fölmászik a fára. A Nyuszit meg az üzletfelei mentik ki végül. A Bagoly meg elrepül. Nem értem, hogy miért nem jönnek, értem. Jövök. Erdei körökben az a szerény vélemény, hogy a Mackó szereti a mézet. Én vagyok Malacka. Segítség! Segítség! Lili bácsi! Nyisz! Azért kedves tőlük ez a meglepetés. Igen. Hát nem tudom. Aranyosak ezek a gyerekek. Mondtam, hogy visszajönnek. Igen, mert te olyan okos vagy. Mi lenne velem nélküled? Igen. Szép, ahogy itt fekszenek. Mikor kezdődik? Szerintem már elkezdődött. Igen? Hát nem tudom. Bizarr. Mindannyian bizarrak vagyunk. Bizarrak? Bizarok. Úgy mondják, hogy bizarok. Hogy úgy mondják? Azt mondják, hogy agarok vagyunk. Agarak vagyunk. Nem darvok vagyunk, darvak. Hát mondjuk ez igaz, de... Meg én hülye vagy, csak nincs nálad kakaó. Mi azt úgy mondod, hogy töltsük ki a kakaókot? Kakaókat? De... Jó, de hát most nincs kakaó. Nem fagyok. Fagyik. Hát inkább fagyok, mint fagyok. Hát hajlak, nem hajlok. Hát mondjuk én... Jó, akkor én hajlok, te meg hajlak. Vagy várjál. Hajlok, de azért hajlak. Az is van. Magyarok, nem magyarok. Teljesen hülyeség. Hát fecskék, nem? Hát fecskék. Igen. Biciklik vagyunk, nem biciklok. De nem is biciklak. Az igaz, az hülye hangzana. Na, azért mondom. Nem tudom, hogy mondják, de azt hiszem most, hogy te tulok vagy. Na, tulok és nem tulok. Ebben igazad van, látod.
bizarakok, az úgy nem, az nem. Gyógyszarak. Szerek. Gyógyszerek. Kár volt ezt mondanod, hogy bizar. Mert ha azt mondtad volna, hogy szép, akkor azt mondom, mindannyian szépek vagyunk, és akkor nem vitatkoznám. Az biztos, hogy úgy van. Szépok. Igen. Hát azok vagyunk, nem? Bizarak. Szépek. Bizarok. Beszarok.